Szeretettel köszöntöm Önöket a Mesélő tárgyak című sorozat karácsonyi epizódjában, ami karácsony lévén a múzeális gyűjtemény karácsonyfa díszeiről szeretnék Önöknek mesélni. Itt látható ezen a fenyő díszen néhány üveg karácsonyfa dísz, amelyek az 1930-as és 50-es évek között kellett, hogy készüljenek. Ezek a sziráki hagyatékból kerültek a múzeum gyűjteményébe, és ezek azok a díszek, amiket néhány évvel ezelőtt még kidobáltak az emberek, hiszen nem volt divatos, most viszont újra nagyon nagy sikerük és hatalmas piacuk van. Nos, nézzük meg, hogy honnan ered a karácsonyfa díszítés hagyománya, hogy hogyan készültek ezek a díszek, milyen technikával, és mióta díszítünk karácsonyfát. Az első, amit szeretnék Önöknek megmutatni, itt a kezemben tartok ebből a gyűjteményből, egy karácsonyfa díszt, ami eltörött. Ez egy üvegdísz, viszont ez kitűnő alkalmat ad majd arra, hogy megfigyeljük, hogy hogyan néz ki, hiszen látjuk, hogy milyen vékony a fala, és hogy hogyan rögzítették, hogyan készítették el úgy, hogy ezt az egyszerű kis gömböt fel tudják akasztani a fára. Nos, az üvegtárgyak elkészítésének van egy borzasztó nagy korlátja, és ez az, hogy amikor elkészítenek fúvással egy üveget, vagy bármilyen technikával, akkor azt arról a kidolgozási hőmérséklet általában 500 fokos legalsó hőmérsékletéről le kell hűtenünk szobahőmérsékletre, és ha ez a hűtés nem történik elég lassan, akkor a tárgy egész egyszerűen szétrobban. Lehet, hogy nem azonnal, amint elkészült, de rövid időn belül általában egyszerűen elenyészik. Viszont, hogyha ez az üvegtárgy nagyon-nagyon vékony fallal készül, mint ez az üveggömb is, akkor viszonylag könnyen és nagy biztonsággal lehűthető, és nem kell számolnunk azzal a kockázattal, hogy összetörik könnyedén. Tehát ezt a tulajdonságát használták ki tulajdonképpen az üvegnek, amikor elkezdtek ilyen nagyon-nagyon vékony, nyilvánvalóan hétköznapi használatra nem alkalmazható üveg tárgyakat készíteni a karácsonyfa díszítésére. A tárgy belső felületét hasonlóan, ahogy a tükrök készülnek, ugyanúgy egy foncsor bevonattal látták el, ettől válik ilyen fényessé és csillogóvá. De mi is az a foncsor? A foncsort Velencében találták ki a 13. században. Ez egy tükörkészítési eljárás. Kezdetben az üveg mögé egy ólomlemezt helyeztek, majd az ólomlemez és a tükör közötti rést higannyal töltötték ki, de, és a higanyot az ólom a reakcióval lépve megszilárdult, és egy viszonylag kevéssé tartós bevonatot képezett. Azonban nyilván ez egy veszélyes eljárás volt, és nagyon drága, és ezért kezdtek kísérletezni, és később felváltotta a higanyt az ezüst tartalmú fémötvözet, tehát manapság is már ezzel az ötvözettel készülnek a tükrök, és tudjuk jól, hogy az ezüst nagyon könnyen oxidál, különösen itt hévízen, ha valaki megfürdik a hévízi tóban, mint például itt látható a karomon ez a karlánc, azonnal elfeketedik az oxigén hatására az ezüst, tehát oxidálódik, a fém megfeketedik, és ugyanez történik tulajdonképpen a tükörrel is, amikor levegőt kap, és nedvesség éri a levegő nedvessége, akkor megfeketedik, és ezért mondják azt, hogy vakotás vagy vakfoltos a tükör, de ezen a karácsonyfa díszen is nagyszerűen lehet látni, ahogy itt a törés szélénél már megindult ez a reakció. Hiszen a foncsor bevonatot minden esetben lezárják egy lakfelülettel, és ahol ez a lakfelület megsérül, ott tud megindulni ez az oxidáció. És akkor, amikor ezt a tárgyat elkészítik, ezt egy ilyen vékony,
Manapság már boroszilikát üvegből készítik. A boroszilikátról azt kell tudni, hogy ebből készülnek például a jénai edények, a hőálló üveg tulajdonképpen. Tehát nagyon jó a hőtűrő képessége, a hőlökés nagyon jól bírja. Amikor elkészül egy ilyen tárgy fúvással, ezt minden esetben kézzel készítik, akkor itt van egy ilyen kis törési felület a tárgy felső peremén, és ez a törési felületet takarja el, és az teszi lehetővé a rögzítést. Egy ilyen kis rugós akasztót készítenek, és azt bepattintják ide a tárgyba, és akkor abba fűzik bele a kis cérna szálat, vagy aranyszálat, amivel aztán fel lehet akasztani a karácsonyfára ezeket az üvegdíszeket. És miért volt olyan fontos, hogy ezek az üvegdíszek csillogjanak? Hát tudjuk, hogy ugye a karácsony a fény ünnepe, és nagyon fontos, hogy a fény, az újjászületés megjelenjen a karácsonyfán, de egyes vélekedések szerint egyébként ezek az üveggömbök tulajdonképpen az almát szimbolizálják, és egyfajta teremtés fájának fogják fel a karácsonyfát, és a teremtés fáján az alma az üveggömb, és a boa, ami most ezen a karácsonyfán nincsen, az pedig szimbolizálja a kígyót. Tehát nyilván az idők során sokféle értelmezése született ezeknek a szimbólumoknak. 1521-ből, Elszászból származik egy olyan említés, amikor engedélyezik fenyőfák árusítását karácsony idején, tehát nyilvánvaló, hogy akkor már díszítettek karácsonyfákat. Az 1400-as, 1500-as évek fordulóján kezdődhetett el ez a hagyomány. Az első üveggömböket Lotaringiában készítette egy üvegfúvómester, és onnan terjedt el tulajdonképpen az egész világon. Nagyon érdekes volt, hogy Franciaországban például hosszú ideig a fákat a plafonról lógatták, sőt nem is voltak minden esetben karácsonyfák, hanem készülhettek csillásszerűen üvegből, és ezeket a plafonon elhelyezve egész évben gyakorlatilag ott voltak, és csak karácsony idején világították ki őket, vagy a Franciaországban elterjedt volt, hogy kis fenyőkoszorúkat készítettek, és ezeket díszítették föl díszekkel, gömbökkel, gyümölcsökkel, mézes kaláccsal és gyertyával díszítették, hiszen talán az idősebbek még emlékeznek rá, hogy régen a karácsonyfákon nem voltak izzók, hanem gyertyával világították meg a karácsonyfákat, és ezért is volt rengeteg lakástűz egészen az egész 1980-as évekig, amikor már gyakorlatilag minden háztartásban lecserélték a gyertyákat izzósorokra. Aztán fontos elmesélnünk, hogy Magyarországra a karácsonyfát Brunswick Teréz hozta be tulajdonképpen. Az 1824-es évben állított először egy karácsonyfát, és hát Brunswick Teréz nevét nyilván nem a karácsonyfáról ismerjük, hanem hiszen az óvoda is az ő nevét viseli, hiszen ő volt az első, aki kisded óvót létesített Magyarországon, tehát egy nagyon haladó szellemű és nyitott, okos asszony volt Brunswick Teréz. De hát kevesen tudják talán, hogy a karácsonyfa állítás hagyományát is neki köszönhetjük. Ő Martonvásárban állított először az ottani birtokon egy karácsonyfát. Brunswick Teréz óta nagyot változott a világ, hiszen manapság már szinte évenként újabb és újabb dekorokkal, gömbökkel, csillagokkal és egyéb díszekkel látják el a fákat, tematikusan díszítik. Karácsonyfa állítás egy polgári szokás volt, és később terjedt el a falvakban is. Viszont ezek a díszek viszonylag drágák és nehezen megfizethetőek voltak, ezért leleményesen az egyszerű családok diót bearanyoztak, vagy különböző terményeket, fenyőtobozt
és azokat helyezték el díszítésként a karácsonyfán. Mára persze nagyot változott a világ, hiszen az emberek szinte évente vásárolnak újabb és újabb karácsonyfa díszeket, és egyes témák szerint tematikusan díszítik a fákat. Itt például a múzeális gyűjteményben egy ezüst színű fát láthatunk, de vannak, akik aranyszínűt, vagy különböző színek mentén díszítik a fákat. Tehát nagyon-nagyon megváltozott ez a világ. Mi ezt az ezüst színű karácsonyfát itt a múzeális gyűjteményben nagyon nagy szeretettel kínáljuk fel önöknek is karácsonyra, és legyen boldog, békés karácsonyuk, és reméljük, hogy jövőre is találkozunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.